Szent II. János Pál pápa lett a védőszentje a 2019-ben alapított új plébániának Pécskertvárosban. Alapítása óta folyamatosan bővül a rendezvények és a közösségek száma. Első alkalommal rendezték meg a Tárt Karokkal Fesztivált az ANK művelődési házban, melyen a családok, a gyerekek és az idősebbek is találtak programot. Arra gondoltunk, hogy bemutatjuk az egyházközségünket, hogy mélyebben megismerjék az itt élők, a városban élők, és a horvát testvéreink mutatkoznak be, akik az egyházközségben élnek, legfőképpen a kökényiek, hiszen ez egy horvát falu, és ahogy mondani szoktuk, azért a papnak, ők is a gyerekei, ahány filia van, annyi gyerek, idézőjelbe téve, és így kerestem meg a polgármesterasszonyt, a horvát kisebbség vezetőjét az egyházmegye részéről, illetve Laci atyát, Bacsmai Laci atyát, aki szintén ennek a referatúrának a vezetője. És meghallgatásra találtam, pályáztunk erre a rendezvényre, és hát így állt össze programokat, összedugtuk a fejünket, hogy milyen programok lehetnének. A kökényi horvátok népviseleti és szőttes bemutatóval készültek, valamint az idei új bort és a hagyományos borászati kellékeket is elhozták. Így esett a választás arra, hogy hozzunk régi fajta edényeket, régi fajta eszközöket, amik a bor készítéséhez szükségesek, és az apósomnak a pincéjében nagyon sok ilyen régi holmi megmaradt, és ezekből válogattunk és hoztunk, például poharakat. Nagyon érdekes meg lehet nézni, hogy milyenek voltak a boros poharak, egész ilyen piciktől nagyobbakig, hogy aki milyenből szeretett volna inni. Akkor amihez én jobban értek, mint a borokhoz, az a szőttesek, illetve a népviseleti darabok. Hát nem lehetett ugye mindent elhozni, ez csak egy válogatás. Válogatás törölközőből, válogatás ágytakaróból, asztalterítőből és némi ruházatból is. De ugye a fellépőkön is rajta lesz ez a Pécs környéki horvátoknak a jellegzetes ruhája, kimondottan kökényi, most mondjuk úgy kökényi ruha, meg hát a gyerekek, akik fölléptek, ők is zömében ilyen ruhában léptek föl. Ez a saját ruhám, és fellépésekre szoktam felhúzni. A tánácba táncolok a kis csoportba, és 5 éve talán. Megnézzük, akkor van egy tutyi, a csarápke, úgy mondjuk horvátul, van egy bütykös harisnya, bubicama strimfe, akkor van a szoknyám, ugye, ami bársony szoknya, és anyukámé volt még, úgyhogy ezt külön szeretem. És akkor van hát egy krilce, bikla. És akkor itt van a felső része, az ing, vagy az apletyák. Ennek pedig az a lényege, hogy ha a mell részen többsoros dísz volt, akkor az azt jelentette, hogy gazdagabb vagy, hogy is mondjam, divatosabb az, aki rajta van. Úgyhogy én, az enyémben van 1, 2, 3, 4, 5 sor éppen. De van, hogy kevesebb van, sőt, én 7 sorosat is láttam. A leginkább a fekete, ahogy itt ezen is, de ez egy idősebb nőnek készült már, azért nincsen rajta más szín. Lehetne benne még egy kis sárga, egy kis kék, egy kis zöld és egy kis piros. De tényleg csak jelzésszerűen. Úgyhogy ez a jellegzetes színvilága. Hát ami meg ez a hímzéseket illeti, meg az apletyákot, illetve az ingrészt. Hát ami meg a többi ruhát illeti, az amilyen anyagot lehet kapni. Tehát ugye ez mondjuk bársony, de van, hogy modernebb anyagból is készítenek, sőt, hoztam egyet bemutatni, ami az anyosomnak a szoknyája volt, aki hétköznapokra hordta, és akkor nem bársony szoknyát hordott, hanem vett pargettot, vagy nem tudom, valamilyen anyagot a boltban, és abból varta meg. A fesztivál részeként kétnyelvű szentmisén is részt vehettek a hívek az ANK Művelődési Ház színház termében. Nagyon örülök neki, én, mint horvát anyanyelvű pap, meg a horvát referatúrának is a vezetője. Amikor a Feri barátom szólt, hogy jöjjek ide, és akkor misézzünk közösen, hát tudom azt, hogy nem lehet ez teljes horvát mise, hanem hát egy kicsit úgy poénosan azt szoktam mondani, hogy ez ilyen kendermagos, tehát horvát és magyar elemek is lesznek benne. Az mindenféleképpen dicséretes és szép dolog, hogy itt Pécsen hát nem felejtik el, hogy itt vannak horvát anyanyelvek, akik betelepültek ugye a horvát községekből,
illetve Plébániához tartoznak horvát nyelvű falvak, különösen gondolok itt Kökényre, akik még imádkoznak, énekelnek a miséken horvátul is, habár horvát misére talán egy évben egyszer-kétszer van lehetőségük, és ez egy olyan alkalom, amikor jó az, hogy megmutatjuk a sokszínűségünket. Az egység az a hitünk, az, hogy a katolikus hitűek vagyunk, a nyelvünk pedig az a sokszínűséget fejezi ki, és azt hiszem, hogy nekünk Magyarországon élő horvátoknak soha nem szabad megtagadnunk a gyökereinket, nem szabad megtagadnunk azt, hogy mi horvátok vagyunk. Most a népszámlás ideje is van, úgyhogy ha kérdeznek bennünket, akkor nyugodtan valljuk meg. Én is megvallottam, hogy horvát anyanyelvű vagyok, hiszen 5 éves koromig csak horvátul beszéltem, de a magyar ország az én hazám, itt születtem, itt élek, és Magyarországot szeretem. A Szent Mise után a hagyományokhoz híven a plébánosok megáldották az új bort.